ellenőrizhetem, javíthatom, törölhetem, menthetem, bármit megtehetek vele. Beleírhatok, törölhetem a gyerek, stb. Tehát ez is egy fantasztikus, remek dolog. Az okos tábla különböző funkcióit mutatja be a Záhonyi Kandó Kálmán Technikum angol tanára az intézmény új nyelvi laborjában. Ezt és a mellette lévő számítástechnikai termet az elmúlt hónapokban alakították ki, utóbbiban is teljesen új eszközök kaptak helyet. A technikai berendezéseket és a felújításokat az az East West Gate ZRT finanszírozta, amely a Fényes Litke szomszédságában épülő vasúti logisztikai központot építi. A cégcsoport célja, hogy az épülő átrakodón főként a térségben élőket foglalkoztassa. Mivel a záhonyi iskolában többek között logisztikusokat képeznek, a vállalkozás a jövőben számít az itt érettségiző diákokra. A képzést a középiskolába kell elkezdeni, ösztöndíj program kell, ahol a tehetségeket tovább kell vinni egyetemre, főiskolára. A Győri Egyetemmel is kapcsolatban vagyunk a logisztikus képzés erősítésére. Én azt gondolom, hogy ez egy 3-5 éves folyamat, amire el tudunk jutni oda, hogy egy jól átlátható, rendkívül jól működő mechanizmus legyen, ahol a tehetséges diák a középiskolától eljut az egyetemig, főiskoláig, és utána pedig van munkája, ahol vissza tud jönni. A Kandó Kálmán Technikum és az ahhoz tartozó dr. Béres József kollégium nemrég esett át egy 300 millió forint értékű felújításon és energetikai korszerűsítésen. A záhonyi vállalkozások már eddig is szívesen foglalkoztatták az itt érettségizett diákokat, ez a folyamat pedig a fejlesztéseknek köszönhetően tovább javulhat. A településnek is egy óriási lehetőség, ez nagyon sok munkalehetőséget fog biztosítani a településen és a környéken élőknek, és azt gondolom, hogy ide olyan munkaerőt keresnek majd, akik képzettek, és jól megfizetett munkaerő fog megjelenni majd a városban. Fényes Litkén folyamatosan dolgoznak a szakemberek Európa legnagyobb vasúti termináljának építésén. A logisztikai központ próbaüzeme a tervek szerint decemberben kezdődik meg, a tényleges forgalom pedig jövő év áprilisában indul el.